Jó napot kívánok, ez itt a Biblia Politika Misztika következő adása. Itt van velem a stúdióban dr. Pernit Favrit, a katolikus teológus, mint mindig szeretettel köszöntelek. Egy nagyon-nagyon izgalmas dolog történt, itt az elmúlt napokban megjelent egy tudósítás az egyik internetes labban, ami arról szól, hogy a pásztói temetőben van egy kis templom, ahol 3 hónapja sírni kezdett a Szűz Mária szobor, elkezdett könnyezni, és ez hát hatalmas felfordulást és hatalmas érdeklődést váltott ki nem csak a helyi katolikus közösség, hanem az egész ország katolikus közössége részéről. Csoda történt, vagy valami más, ezzel kezdjük, erről fogunk beszélgetni. Mi történt, hogy működnek ezek a csodák-e ezek? Konkrétan ezzel az üggyel kapcsolatban hivatalos egyházi álláspont nincsen, tehát nem lett kimondva, hogy ez a csoda egyébként bizonságot nyert. Nagyon érdekes, amikor megjelennek ilyen különös történések, amiket természetfelettinek vélnek emberek, csoportok, egyházközségek. Lehetnek ezek ilyen könnyező szobrok, de sokszor ezek a Mária szobrok például vért könnyeztek, voltak ilyenek is, vannak ilyenről is fotók, felvételek. Jelenések, látomások, hangok, audíciók történhetnek akár egy egyén életébe, vagy akár egy csoport életébe, vagy hát valaki ezt véli. Ugye ilyenkor az egyház alapvetően mindig nagyon szkeptikus. Véli vagy tömegpszichózis? Tehát hogyha azért elég sokan mondják, hogy megjelent a Szűz Mária, akkor azért be lehet hülyíteni nagyon sok embert, teljesen jó szándékkal. Ördögügyvédje kérdés. Hát ehhez a témához az egyház is ördögügyvédjeként áll hozzá. Pontosan ezért ez a saját válaszok erre, hogy tulajdonképpen a hit igazságaihoz ezek az extra, úgymond extra látomások, víziók nem tartoznak hozzá, tehát semmi új már nem kerülhet bele a kinyilatkoztatásba. Ezért tulajdonképpen legyünk velük nagyon szkeptikusak, és hát hogyha az egyház valamit elismer hivatalos csodának, akkor az egy nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, hosszú vizsgálatok, bizonyosságtételek kell, hogy ezt megelőzzék, ebben a konkrét esetben még ilyen nincsen, és hát amit olvastam, nem is szándékozik egyelőre az egyház megy ezt kivizsgálni. Mindenképpen a jelenség ettől függetlenül érdekes, hiszen tömegeket meg tud mozgatni, ezzel szemben mondjuk egy prédikátor örül, hogyha egy vasárnapi misén 15-20-30 embert meg tud szólítani, és jön egy ilyen különös jelenség, ami busznyi embereket vonz, ugye ez történt most itt is. Valahol tényleg ott van az emberekben a vágy arra, hogy valamit megtapasztaljanak a transzcendensből, abból, ami a természet feletti, és hát ilyen módon fejeződik ez ki, de az egyház alapvetően nagyon szkeptikus és nagyon kritikus ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Azt gondolná az én politológus agyam, hogyha egy ilyen dolog történik, akkor az egyház kapva kap az alkalmon, hiszen itt van valami, ami az emberek számára érdekes. Ha már a prédikáció nem az, akkor menjünk oda és kezdjük el kinyomozni, kezdjünk el foglalkozni vele. Mi az oka annak, hogy az egyház nem ilyen politikusan viszonyul ezekhez a kérdésekhez, hanem megvárja, hogy ez a tömegérdeklődés akkora legyen, hogy az már nyomás szintűvé váljon? Hát így izgalmas ezt a kérdést így politológus szemszöggel is látni. Ami biztos, hogy talán egy ilyen szembeállás ebbe az egészbe, hogy van a teológia, és van a népi vallásosság. Ugye ezek a csodák, ezek az elemek legtöbbször a népi vallásosságnak a részei voltak, és maga a hivatalos teológia és ez a népi vallásosság sokszor ütközött. Ez egy tudományos fogalom a népi vallásosság? Hát igen, tulajdonképpen olyan jelenségeknek a leírására, ami az Isten népét foglalkoztatja. Nem az absztrakt, elvont teológiai fogalmi gondolkodás, hanem valami, amit meg akar tapasztalni. De ez egyébként egy természetes és teljesen érthető vágy, hiszen azt az Istenét, azt nem csak le akarjuk írni fogalmilag, hanem hát akarunk vele találkozni. És ezek ugye mind lehetőségei a találkozásnak. Hogy csak valósak, hogy csak beképzeltek, hogy csak tömegszuggesztió, ez ugye mindig az adott esettől függ. Most hát ezt a konkrét esetet az egyház nem vizsgálta, ezért ugye nem tudok véleményt formálni. Egyelőre így van. Mi az oka annak, ez nagyon érdekes, hogy egy Szűz Mária szobor elkezd könnyezni, vitatkoznak azon, hogy most a harmadcseppek látszódnak, vagy csak fényesre sikálták a felújításon, ami ugye szintén nemrég volt. És ez sokkal nagyobb izgalmat és érdeklődést vált ki, mint mondjuk egy ima élmény. Amiről azt gondolna az ember, hogy azért ott is meg lehet tapasztalni valami transzcendenst annak, aki erre fogékony. Mi az oka annak, hogy az ilyen tömeges és látványos, vagy látni vélt dolgok izgalmasabbak, mint maga az Isten élmény, amiről azt gondolnám, hogy a katolikus egyház azt azért állítja, hogy az ima megfelelő gyakorlásával az megélhető. Hát majd erről is beszélgessünk később, hogy az imának melyik formáját tekinti az egyház
hivatalos tanítása valóban bevetnek, és milyen imamódok voltak, amik mondjuk évszázadokig eltűntek, illetve milyen imamódok lesznek ma újból felfedezve, ugye itt gondolok én most a kontemplatív imára, vagy a meditációs hagyományra, ami megint egy ilyen kérdés, nagyon sokféle vitát felvet, de most ide visszatérve, tehát nagyon érdekes, hogy az eset kapcsán látni ugye híradásokat, és akkor látni, olvasni ott a kommenteket, ez is egy ilyen izgalmas pszichoszociális tanulmányt lehet szerintem végezni, hogy kiből mit vált ki. És a legtöbb... Jámbor hívek és a kőateisták gondolom összecsapnak. Is, de hogy a jámbor hívek hogy reagálnak, tehát az is egy ilyen érdekes. A legtöbben azzal, hogy na tessék, most már a Mária is környezik, térjetek meg, mert tényleg olyan bűnössé vált ez a világ, hogy itt a pusztulásnak az ideje. Tehát, hogy nagyon sokan egy ilyen jelenségből egy ilyen apokaliptikus víziót vízionálnak. Azért ennek is van egy jó 2000 éves hagyománya, hogy mindenféle vallási jelenségekből egy apokaliptikus víziót kreálunk. Igen, tehát valahol ennek az egésznek talán egy ilyen szociopszichológiai dinamikája az, hogy keressük azokat a dolgokat, amik transzcendensek, nem megfoghatóak, és valahol ott van az emberekben a vágy arra, hogy megtudjuk, hogy mondjuk eljön-e az a világvége, ami ugye a keresztény tanításban benne van, és lehet, hogy ez a világvége akkor éppen most jön el, mondjuk egy ilyen jelenség ezt előrevetíti. Uh-huh. Tehát, hogy ez a vágy, ez a gondolat, ez mindig is ott motoszkál a keresztény emberekben, de ez valószínű, hogy más vallásokban is ott van. Ezt lehetne elemezni, hogy vajon miért annyira erős ez az igény. Hogy látod, megint próbálok az egyházi vezetők fejével gondolkodni, főleg egy olyan egyházban, ahol a hívek hiányáról nagyon sokat beszélnek, mi is sokat beszéltünk erről. Tulajdonképpen ez egy munka, egy feladat adott esetben, de mégis akkor ezt sok szempontból egy egyház nézheti pozitívan, hogy lám-lám megjelent ez az igény a saját szempontjából? Hát vannak pozitív tapasztalatok, például ugye nagyon sokszor így alakultak ki a kegyhelyek, vagy az arándokhelyek, hogy ott valamikor mondjuk 400-500 évvel ezelőtt egy festmény ugyanígy környezet, vagy egy vérző szobor, vagy bármi valami különleges csodajelenség, aminek a hagyománya évszázadokon keresztül megmaradt, és most is tömegeket képes megmozgatni. Tehát ilyen nagyon sok van Magyarországon is, Magyarországon kívül is természetesen, és ezt az egyház beépítette a hagyományába, ez lett az arándokhelyek, a kegyhelyeknek a kultusza, ami ugye 10 000 embereket is meg tud mozgatni egy-egy nagyobb ünnep kapcsán, és ez valóban egy ilyen élő hagyomány, attól függetlenül, hogy esetleg már ezek a jelenségek nincsenek ott, vagy hát nem is tudjuk, hogy valójában mennyire lehettek ott. Nagyon sokszor ugye legendák őrizték csak ezt meg, de valós bizonyítéka nincsen, de mégis a jelenség az ott él az embereknek a gondolatában, és hát tömegeket tud megmozgatni, és hát ilyenkor persze az én politológus szívem azt mondja, hogy hát lám-lám a katolicizmus története a szemünk előtt zajlik, majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz, vagy lesz-e valami, de ha lesz, akkor ez egy olyan dolog lehet, ami izgalmas az egyház történet szempontjából. Hát így van mindenképpen. Úgyhogy ezt érdeklődéssel figyeljük. Menjünk tovább, említetted az ima kérdését, és hát lám-lám erről szerettünk volna hosszabban beszélni ebben a mai adásban. Azt mondtad, hogy többféle ima létezik. Mondjuk el azoknak a nézőknek, akik hát csak azt a típusú imát ismerik, hogy összeteszik a két kezüket és beszélgetnek Istennel, hogy lehet többféleképpen imádkozni, milyen típusú imák vannak. Talán leegyszerűsíteném, vagy fókuszálnám ezt a kérdést arra, amit Lectio Divina néven szoktak összefoglalni. Ez a középkorban alakul ki, mint hagyomány, ez a Lectio Divina, ez 4 lépcsőfokot tartalmaz, a lekciót, a meditációt, az orációt és a kontemplációt. A lekció az, ahogy a latin neve mondja, olvasást jelent, tehát amikor elolvassuk a szent szövegeket. Uh-huh. A meditáció az azt jelenti, hogy elolvastam ezt a szöveget, és arról meditálok, arról gondolkodok, de még fogalmi síkon vagyok, tehát ez egyfajta diszkurzív imádság. Amikor mondjuk a nagy egyházatyák biblia magyarázatokat készítettek, akkor ezt ők le is írták, vagy ez egy másik folyamat? Természetesen leírták ezeket a magyarázatokat, ugye ez is egy érdekes kérdés lenne, hogy ők milyen módszerekkel dolgoztak. Ugye nagyon klasszikus módszer volt ókorban, vagy a középkor elején, az allegórikus vagy tipológikus szövegértelmezés. De ez része volt ennek a lekciónak, és ami utána következik? Hát tulajdonképpen igen, tehát hogy ő elolvasta a szöveget, meditált rajta, úgymond, tehát fogalmilag elgondolkodott a jelentésén, és próbálta feltárni a szövegnek az értelmét. Most az allegórikus szövegértelmezésnek az a lényege, hogy van a szöveg, és az mond valamit a szó szerinti síkon, de van a szöveg mögött egy rejtett tartalom,
szinte egy ilyen gnózis, egy ilyen titkos tudás, amit az allegóriák, vagyis képek, vagyis szimbólumok segítségével lehet csak megfejteni. És akkor nagyon sok egyházatja, például Ágoston is ezzel a módszerrel dolgozott, vagy Origenész, tehát érdekes megnézni ezeket a szövegértelmezéseket. A gnózishoz az egyház viszonya milyen volt ebben az időszakban, vagy ez változott-e? Ezért ez egy fontos kérdés. Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Most, hogy mi a gnózis, ugye a gnózis, gnózis, a görög szó, ez benne van a Bibliában, Szent Pál is használja, itt az Isten ismeretéről van szó, uh-huh. Pálnál, és Pál pont arról az Isten ismeretről beszél, amit nem csak az ember az értelmével, az intellektusával tud elérni, hanem az egész ember, tehát az ember egésze, az ember lénye uh-huh. tudja befogadni ezt az Isten ismeretet, ez is egyfajta gnózis. Pál azt mondja, hogy azok ismerik meg az Istent, akik szeretik is őt, tehát kapcsolódnak hozzá valahogy a saját lényükben. Ilyen szempontból ez a gnózis, ez egy abszolút pozitív értelmű kifejezés, és akkor persze kialakul aztán a gnosztikus mozgalom, ami egy olyan irányzat a II.-III. században, ami zsidó-keresztény filozófiai elemeket dolgoz fel, és hát alapvetően a lényege, hogy mi vagyunk a világosság fiai, igyekszünk elhatárolódni a sötétségtől, tehát ilyen dualista gondolkodás, sötétség, világosság, megigazolás, mi történik? Ők elvonulnak, elszakadnak a tradicionális keresztény vonaltól, és az egyház is maga aztán elszakad ettől a gnosztikus vonaltól, és később hát eretnekségnek minősíti, de ezt megint lehetne nagyon részleteiben nézni, hogy például a János evangéliumában mégis milyen gnosztikus elemek kerülnek be, de szerintem... Ebben most nem fogunk belemenni, menjünk vissza a lekció kérdéséhez. Tehát elolvastuk, meditáltunk rajta. Így van, tehát a lépcsőfokokban, ugye lekciónál voltunk, meditációnál oráció. Uh-huh. Az oráció, ez ugye, ahogy a szó is mutatja, amikor szóban imádkozom, vagy a szóban mondom el, ami engem megmozdított. Ebben az egészben nagyon fontos az érzelmi elem, tehát én eddig elolvastam a szöveget, elgondolkodtam, most valami gondolat megjelent, amit én ki szeretnék mondani az Isten felé. És akkor ugye így alakul ki a szóbeli imádságnak a hagyománya. Ez a szóbeli, ez fennhangon értelmezendő? Hát ez lehet, hogy egy közösségbe kimondok egy áldást, kimondok uh-huh. egy dicsőítést, lehet, hogy megírok egy ima szöveget, amit majd százan fognak énekelni, egy Bach mise, vagy bármi lehet uh-huh. tulajdonképpen ilyen oráció. És akkor a negyedik fok, a lépcsőfok, amit aztán sokan megint 16. század után szinte már gnózisnak vettek, ez a kontempláció, vagyis a szemlélődés, ami azt jelenti, hogy az ember elengedi a gondolatait, az érzéseit, a képeket is, még magáról az Istenről is, és egyszerűen csak megpróbál belehelyezkedni az Istennek a jelenlétébe egyfajta passzivitással, és hagyja, hogy ez a jelenlét átformálja őt. És ez nagyon érdekes, hogy... Mi ezzel a baj? Hát igen, hogyha valakit így konkrétan érdekel a kontemplatív ima története, kialakulása, vagy ennek a mélységei, akkor Thomas Keatingnek tudnám ajánlani az egyik nagyon jó könyvét. A kontemplatív imádság története a keresztény hagyománya a címe, a Thomas Keating szerzetes, maga is gyakorolja ezt a kontemplatív imát, vagy meditációt, és egy nagyon jó összefoglaló könyvet írt, szerintem ezt nagyon érdemes olvasgatni. Ő rámutat arra, hogy ennek a kontemplatív imának 15 évszázadon keresztül egy ragyogó, virágzó hagyománya volt a keresztény egyházban, tehát az ókorban, a középkorban, ókorban Johannes Cassian, később Eckhart mester, aztán később Avilai Szentterész, Keresztes Szent János gyakorolták, írtak is nagyon sokat erről, ugye szerencsére vannak olyan misztikusaink, akik próbálták leírni az élményeiket, hát ezek közé tartozik a kontemplatív ima. Viszont, ahogy a teológia egyre inkább elkezd intellektuálissá válni, ezt mondhatnánk azt, hogy a 12. században nyílik meg ez a folyamat, vagy indul el ez a folyamat, a teológia azt mondja, hogy hát az Istenről gondolkodjunk elvont módon, és ezt próbáljuk meg a legpontosabb fogalmisággal megfogalmazni. Ez a 16. századra elviszi az egyházat oda, hogy tulajdonképpen a kontemplatív imával szembefordul, hogy a kontemplatív imában van valami közvetlen Isten megtapasztalás, ami éppen, hogy kikapcsolja a fogalmiságot, uh-huh. tehát hogy nem azokkal a fogalmakkal gondolkodom az Istenről, amit egyébként addig megtanultam, vagy hallottam, vagy amit prédikáltak nekem, hanem direktbe akarom megismerni ezt az Istent, és ez a 16. század, ez már szembe megy itt a kontemplációval. Összefügg ez a protestantizmussal? Nagyon jó a felvetés, pontosan összefügg a protestantizmussal, és ugye ott is, hogy igazából maga a hát az ellenreformáció az egy még pontosabb teologizálást uh-huh. akar, még fogalmibat, hogy pontosan lehatárolódjon aztán a reformátoroknak az új gondolatai. Mondjuk el a nézőknek, mert szerintem itt a nézők most úgy érezhetik, hogy ez egy több
ismeretlenes egyenlet, amiből pár sort kihagytunk. Tehát itt arra gondolok, hogy ez a típusú Isten megismerés, amihez nekem egyedül jogom van, azért ez egy nagyon fontos gondolata volt a protestantizmusnak, tehát hogy nem kell egyházi közvetítés, nem kell a papi segítség, hanem fölcsapom a Bibliát, elmerengek és imádkozom, és tulajdonképpen az írás olvasása és az ima ereje üdvösséghez vezethet. És ha jól értem, akkor a kontemplatív ima, ez nincs messze ettől a protestáns gondolattól. Hát igen, itt most azt lenne érdemes megnézni, hogy vajon a protestáns teológia hogy gondolkodik a kontemplációról, amit bevallok őszintén nem ismerek, tehát nem tudom, hogy ők idáig is elviszik. Valószínűleg nem, de attól tartok, hogy amikor egy vallásháborús időszakban vagyunk, akkor a hasonlóság is elég lehet ahhoz, hogy a katolikus egyház azt mondja, hogy akkor itt húzzuk meg a határt. Maga az a vágy, ami ugye a protestantizmusban megfogalmazódik, hogy csak a szöveg és direkt be a személy, az egyén és az Isten tudjon kapcsolódni, ez biztos, hogy ott van a kontemplatív imában, és biztos, hogy amikor a kontemplatív imát elutasítja az egyház, vagy próbálja kitolni, a perifériára szorítani, akkor ebbe van egy ilyen, hogy forduljunk akkor szembe reformációba. Amikor perifériára szorítja a katolikus egyház ezt a kérdést, akkor ez milyen rendekhez, milyen katolikus irányzatokhoz kötődik, vagy teljes egészében az egyházon belül szétszéledve találjuk a hagyományt? Hát most az a nagyon izgalmas, hogy amikor az egyház a legjobban szembefordul ezzel, vagy üzné, vagy tiltaná, éppen akkor jönnek a legnagyobb misztikusok a 16. században, ugye Avilai Szent Teréz, vagy Keresztes Szent János, de hát Loyolai Szent Ignác, ugye a jezsuita hagyomány, aki 1522-26-ban fogalmazza meg a Lelki gyakorlatok című könyvét. Na, erre akartam rákérdezni, hogy ezt a mai napig használják az egyházban. Ezt a mai nap használják, de volt, mikor nem használták, ugye ez az mikor? Izgalmas ebben az egészben. Na, akkor nézzük ezt végig, mert ez nem folytom beléd a szót. Igen, tehát maga Ignác, amikor megfogalmazza ezt a könyvet, akkor háromfajta imamódról beszél. Ugye ő beszél a diszkurzív imáról, ez az első lépés, amikor működik még az emlékezet, az intellektualitás, az intellektus és az akarat. A második fokozatot nevezi a kontemplációnak, egy kicsit ő itt más értelemben használja, mert ő azt mondja, hogy olvassuk el az evangéliumnak a szövegét, és próbáljuk magunkat beleélni egy jelenetbe. Tehát legyünk ott, abban a Jézusi történetben, lássuk a színeket, érezzük akár az ízeket, ha mondjuk ott vagyunk a kánai mennyegzőn, az illatokat, tehát legyünk benne ebbe a jelenetbe. És aztán a harmadik lépcsőfok, hogy az imába bele akarja hozni az öt érzéket. Itt most megint hasonló gondolat, mint amit mondtam, csak itt meg már elengedi a fogalmiságot. Tehát egy picit ő másképpen használja a kontemplációt, de aztán később a jezsuita hagyományban megjelenik ez a teljesen kiüresedő, az ürességet kereső ima, amivel egyébként pont az egyik rendi generális 1574-ben már rögtön szembefordul, és tulajdonképpen évszázadokig próbálják még a jezsuita renden belül is tiltani ennek az imaformának a gyakorlását. 18.-19. században szinte csak a diszkurzív imát gyakorolják, vagyis amit ugye Ignác leír a könyvében, hogy van három lépcsőfok, ebből a másodikat meg a harmadikat szinte betiltják, csak az első van gyakorolva, ez megint ez az intellektuális ima. Illegálisan sem marad fönn, tehát hogy nem gyakorolják, vagy tényleg úgy betiltódik, hogy nem is használják, nem is létezik, és feledésben merül egy időre? Hát hivatalos tanításban ugye a generális ezt írja le, hogy nem lehet ezt gyakorolniuk a szerzeteseknek, hogy valójában mennyire gyakorolják, és hogy őrződik meg mégis ez a hagyomány, erről tanulmányokat kellene olvasni, én ebbe ennyire nem mélyedtem bele, de az biztos, hogy tulajdonképpen az, hogy ezt az imát felfedezzük, ez a 20. század. Tehát, hogy ez nem egy, ez egy valami, ami az ókorban virágzott, a középkorban virágzott, és aztán eltűnt, és most a 20. és a 21. század. Tehát rehabilitáló. Találja meg újból az egyház, igen. De ugye ez érthető is, mert a modernitás korának az embere, az megint egy olyan gondolkodó. Egy intellektuális felvilágosult korszak tulajdonképpen. Így van. Tehát maga a korszak is megszüli ezt az igényt, és maga az az ember, aki ennek a korszaknak az embere, aki valóban keres olyan imaformákat, ami őt tudja megszólítani, és akár a kontemplációt. Csak ezek a lelki gyakorlatok hogyan kerültek vissza a hagyományba? Erről tudunk valamit? Tehát, hogy azért mégiscsak most azt mondja az ember egy katolikusnak, hogy Ignáci lelki gyakorlatok, akkor tudja, hogy miről van szó, és valószínűleg csinálta. Hát ez Magyarországon a jezsuita rendnek köszönhető, teljes mértékben szerintem ennek az egész meditációs kultúrának a hagyománya, ez Jálics Ferenc atyához megy vissza, hogyha a nagy neveket keressük, vagy Mustó Péter atyához, de hát Jálics Ferenc volt talán időben, aki legelőbb elkezdte. Ugye élt Latin Amerikában is, ahol volt egy nagyon mély Isten élménye, egy nagyon kemény helyzetben,
amikor őt elfogják, megkötözik, és mozdulatlanul tulajdonképpen a halálra várva, ő ott megvilágosodik, ezt ahogy így leírja. Mit értünk megvilágosodás alatt? Még van pontosan 7 percünk, hogy ezt megbeszéljük. Hát a megvilágosodás az egy nagyon komplex fogalom, és akkor itt tényleg a nyugati vallási hagyományokat bejárhatjuk, a keletihez is átmehetünk. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy amikor meditációról beszélünk, akkor mi a különbség a nyugati és a keleti hagyomány között, de akkor engedem, hogy kibontakozz. A megvilágosodás, hogyha meg akarjuk határozni, ugye nagyon sok misztikus, nagyon sok keresztény, de akár más vallású ember, aki meditált és kereste meg világosodást, próbált ezt megfogalmazni. Tehát az biztos, hogy a megvilágosodás az a sötétségben születő fény. Uh-huh. Tehát az az egésznek a lényege, hogy az ember ebben az önkiéresítő imában, ugye önkiéresítés, ez a kenózis, ez azt is jelenti, hogy én azért válok üressé, hogy engem betölthessen ez az Isten, vagy ez az isteni, ugye keleten azt mondjuk, hogy isteni most. Ők ugye másképpen gondolkodnak az Istenről, mint személy, mint ahogy a nyugati gondolkodás. Nálunk mondhatjuk azt, hogy betöltsön engem ez az Isten, aki személy. Ehhez nekem először üresség kell válnom, tehát ez egy ilyen kenotikus önkiresítő gyakorlat. Amikor ez az üresedés, ez a kiüresítő folyamat elindul, akkor tulajdonképpen én úgy üresedem meg, hogy kijönnek belőlem a belső szörnyeim. Most ehhez olvastam nemrég egy katolikus paptól egy blogbejegyzést, nem szeretném őt megnevezni, de talán érdekes a története, mert mutatja, hogy ő valamit nagyon félreértett. Ő azt mondja, hogy ő elkezdett meditálni. Nem tudom, nem írja le konkrétan, hogy ez milyen fajta meditáció volt, de valahogy keleti kultúrkörhöz kapcsolódó. És ahogy ő meditált, ő nagyon hamar ezt megtanulta, mondjuk ez egyébként nem tanulható meg olyan hamar, de ő megtanulta, és aztán azt kezdte érezni, hogy ő rendkívül agresszívá vált egy mindennapi helyzetben, valaki megszólította és szinte pofon vágta, és ezzel ledöbbent, hogy ő egész eddig azt gondolta, hogy ő egyáltalán nem egy ilyen agresszív ember, és akkor gyorsan fogta a rózsafüzért, és elkezdett rózsafüzért imádkozni, hogy megnyugodjon a lelke, és örökre elfelejtette ezt, amit ő meditációnak gondolt. Tehát most ez egy nagyon jó példa, tehát maga a történet egy nagyon jó példa arra, hogy mi történt a meditációban, ami, ugye ez megint egy másik történt, hogy hogy különítjük el a kontemplációt, meditációt, most ezt ebben nem menjünk bele. Az történik, hogy valamit amikor kontemplálunk. Valamit hagyni kell majd a Facebookon is a kommentelőknek. Amikor a kontemplatív ima elkezdődik, vagyis az ember ugye próbálja magát kiüresedni, nyílik a valóság felé, vagy az isteni felé, kijönnek a belső szörnyei. Tehát ugyan mindennapokban egy csomó mindent a szőnyeg alá söprünk. Elfojtott szorongások, így van, elfojtott félelme. Szorongások, félelmeink a jövőtől, a bizonytalanságok, vagy valami feldolgozatlan seb a múltból, amiről nem is tudjuk, hogy ott van, mondjuk amit tett velünk az anyánk vagy az apánk, nem is tudjuk sokszor, hogy ők beszélnek bennünk, amikor a mindennapi életben jelen vagyunk. És amikor én kiüresedek, akkor nyilván megnyitom ezt a csatornát, tehát én kinyitom ezt a kaput, amint ki tudnak jönni. Följön a szennyvíz. Följön a szennyvíz, vagy kijönnek a szörnyek, vagy kijönnek a démonok. És hát mindenki a neki tetsző képet használja. Így van, és ebben a történetben, az atyánál is valószínűleg itt ez történik, hogy ő a saját agresszív természetével találkozott, amit ugye érdemes lett volna megvizsgálni, hogy mi okozza ezt az agressziót. Mert hát most ez egy ilyen pszichológiai folyamat, hogy ott valami feldolgozatlan történet lehet. De a lényeg, ha kijöttek, ezek a szörnyek szépen lassan, és ez az isteni, ez az Isten be tudja tölteni az embert, akkor indul el a megvilágosodásnak a folyamata. Megvilágosodás az valami olyasmi, hogy a valóságot kezdem megtapasztalni, és rájövök egy csomó mindenre az életemben, hogy illúzió volt. De a valóságot egyre tisztábban látom. Mustó Péter atya, egy nagy jezsuita mester, Csendben születik az élet című könyvében, írja például azt, hogy amikor kiüresedem, és kezdek megnyílni, akkor jövök rá arra, hogy nem én vagyok a fontos. Tehát, hogy van a valóság, de hogy ennek a valóságnak nem én vagyok a központja, és eddig ez volt az én nagy illúzió. De ha én megszabadulok ettől az illúziótól, akkor tudok belekapcsolódni egy nagyon mély egységélménybe, amiről beszélgettünk pont a szatás előtt. Tehát, hogy megélem ezt az egységet, és tulajdonképpen felszabadít engem az a gondolat, hogy én nem is vagyok olyan fontos, mert valahol egy egységben vagyok egyébként a mindenséggel és ezzel az Istennel. Na már megint egy ördögügyvédje kérdés, hogy ez a típusú egységérzés, vagy ez az önfeladás, ez nem éppen agressziót szül abban az emberi természetben, amelyik azt mondja, hogy hát mégiscsak én vagyok, és én vagyok a kiinduló pontja a saját gondolkodásomnak. Tehát ez nem éppen az emberi természettel ellentétes élmény? Hát, hogy mi a valóság, és mi az illúzió? Ez az alapvető kérdés, hogy most az-e a valóság,
hogy van egy alapvető egységem azzal az Istennel, aki engem a létbe hívott, vagy az-e a valóság, hogy én egy izolált létező vagyok, akit belevetettek ide a létezésbe, teljes elszigeteltségben, és akkor én itt majd végigvergődöm ezt az életet. Ez feltétlenül két ellentétes dolog, mert ugye a középút pedig az lenne, hogy vagyok én, mint egy egység, és része vagyok valami nagyobb egységnek. Hát tulajdonképpen te állítottad szembe ennyire élesen a kettőt a kérdésben. Ki kellett feszíteni a kérdést, hogy a problémát. Én azt gondolom, hogy amikor az ember mélyebben megérti a valóságot, akkor az nem jelenti azt, hogy önmagát feladja, vagy hogy önmagát elfeledi, hanem pontosan azt jelenti, hogy ennek az énnek a határai tágulnak ki. Aha. Ettől az én még nem veszik el, hanem csak a határok tágulnak ki a mi felé. Ugye ezt a misztikusok, mondjuk egy példát, Magdeburgi Mechtild, ő csak az erotika nyelvén tudta megfogalmazni, hogy én benne vagyok az Istenben, ő bennem van, belém öntődött, és örökre így maradunk. Tehát Mechtild, amikor közeledik hozzá az Isten, akkor tulajdonképpen ő úgy nyílik ki az ő énjéből, hogy átlépi az énjének a határait, ezzel nem adja fel magát, csak átlépi azt a határt, és belelép ennek a mi-nek a dimenziójába, ahol ő és az Isten mi-e alakul ki. Uh-huh. Ami szerintem, az én fogalmiságom szerint nem jelenti az énnek a megszűnését, hanem azt a fajta egységet jelenti ezzel a tevel, amiből megszületik a mi. Persze, hogy ez mennyire szükséges ehhez, hogy az az én fogalom, vagy az abban az én bevaló gondolkodás, amit addig gondoltál énnek, átalakuljon, az már egy másik kérdés. De lehet, hogy akkor tévedtél, amikor azt gondoltad az énről, hogy ez egy ilyen nagyon lehatárolt, uh-huh. nagyon izolált valami. Beszéljünk egy pár percet még a nyugati és keleti meditációs hagyományoknak a különbségéről. Hivatalosan a katolikus egyház bátorítja, tiltja, tűri, mit csinál a keleti meditációs hagyománya? Ez most megint annak a kérdése, hogy kit kérdezel meg. Jezsuita hagyomány például egy nagyon nyitott hagyomány, akiknél megjelenhet az, hogy tényleg igyekeznek tanulni keleti vallási mesterektől is. Én is ismertem olyan bencészerzetest, aki elment 10 évig Japánba, és tanult zen meditációt, és ezt egyébként kombinálta a kontemplatív imával, illetve hát rájött arra, hogy a kettőnek az alaptapasztalata ugyanaz, és aztán ennek alapján hozott létre egy meditációs központot, és így tanít ezreket, tízezreket. Vannak, akik rettentően félnek a keleti spiritualitástól, ennek legtöbbször az az oka, hogy úgy gondolják, hogy a keleti meditációban megjelenő Isten az nem egy személy, hanem valami személytelen valaki. Uh-huh. És azért ez a személy, ez az üresség, ez oda beszippant, és aztán én ott elveszek, és akkor én nem tudom, valami sátáni burokba kerülök. De hát nagyon sokszor, akik ezt gondolják, nem érték, hogy mit jelent a keleti gondolkodásban semminek a fogalma, mert ott nagyon árnyalt, hogy van az abszolút semmi, van a relatív semmi, de hát ez már megint egy annyira hosszú kérdéskör, hogy ebben szerintem ma már nem tudunk belemenni. Nem ám, mert hogy lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon tömör beszélgetést, aminek nyilván lehet folytatása a Facebookon. Segíts kérlek, hogy hol találnak meg. Hát a Facebook oldalamon, a saját oldalamon, a Perintfalvéritánál, és a blogomon pedig a tükör által blog.hu-n olvashatok az írások és kommentelhetők, és nagyon várom mindig az aktív kommenteléseket. És most aztán van bőven miről beszélgetni, úgyhogy az ima különböző fajtáitól a meditációig bezárólag mindenre lehet. Rita blogjain és elérhetőségein meg fogják találni ezt a műsort, és a hetitv.com-on is vissza tudják majd nézni ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmüket, a következő adás alkalmával találkozunk, addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!